Napok óta 25 és 29 fok között alakul az átlaghőmérséklet. A városokban a csekélyebb mértékű éjszakai lehűlés miatt akár melegebb is lehet, így enyhülést még a késői órák sem hoznak. Ebben a rettentő hőségben mindenki másként próbálja hűsíteni magát. Szükség is lesz rá, ugyanis a következő napokban szintén ilyen meleg várható. Ezt a nagy hőségút úgy vészeljük át, hogy sokat vagyunk otthon, becsukózunk, lehúzzuk a rolót, hogy hűvös legyen, és akkor úgy, most meg kijöttünk a bazénba, hogy fürdöttünk, és most akkor így át lehet vészelni. Ja, 11, 2, 3 kicsit kerülni a napot, és utána esetleg kicsit eljönni így erre, kicsit lefrissülni. Egész Vajdaság területén tartós kánikula van. Ilyenkor fontos figyelni arra, hogy a kinti és a benti hőmérséklet között ne legyen 10 foknál nagyobb különbség, és napozáskor gondoskodni kell a megfelelő napvédelemről. Malo teškovali relativno dobro. Malo sam u hladu više, to dođe malo na bazeni, tečnosti malo više i to je to. Nagyon gyorsan fölsülünk, és akkor bekenjük magunkat, hogy egy kicsit védjük a bőrünket, mert rákot is kelt ez az UV-sugárzás, úgyhogy védjük magunkat. A következő napokban is marad a hőség, ezért akár kint vagy bent próbálják átvészelni, ne feledkezzenek meg a fokozott folyadékbevitelről. A szervezetnek legalább 2-3 liter vízre van szüksége ebben a nagy melegben.